A katolikus tradícióknak megfelelően nagypénteken a csend és az önvizsgálat napján a hívők Krisztus útjának állomásait járták végig, Székesfehérvár papjainak és hittel élő polgárainak közös keresztútját a hagyományokhoz hűen Spányantal megyés püspök vezette. Isten szemünket, és tedd fogékonnyá szívünket, hogy lássuk és megértsük, milyen nagy a te szereted az irányt. Hogy tanulékony szívvel vegyünk részt a keresztúton, és fogékony lélekkel szívjük lelkünk a tanításodat. A programon részt vett Cserpakovics András polgármester is, aki a húsvét kapcsán kiemelte, fontos, hogy megértsük a kereszténység számára legfontosabb ünnep, a feltámadás üzenetét. Emlékezzünk el, csöndesedünk, magunkba fordulunk, és tesszük ezt mégiscsak egy közösségen belül, a város egészét képviselve itt a hagyományos keresztúton. Én örülök annak, hogy idén végig tudjuk járni közösségként a keresztutat, hogy az elmúlt két esztendőben erre így nem volt lehetőség. Most jó így együtt lenni, és így emlékezni, így emlékeztetni, így egy kicsit magunkba fordulni, átgondolni akár a világnak a nehézségeit, és azt, hogy van remény mégpedig a feltámadás üzenetében. Az egyházi év legcsendesebb napján a palotavárosi Kálváriánál idén is számos székesfehérvár idézte meg Jézus szenvedésének történetét azon az úton, ami az önfeláldozás jelképévé vált, és egyben a kereszténység számára a legfontosabbat, a feltámadás üzenetét hordozza.